Szeretettel köszöntök mindenkit, Kaposi Darka vagyok, a Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria vezetője. Rendhagyó tárlatvezetésre invitálok mindenkit. A Last Words kiállófélben lévő állatok utolsó szavaira reflektáló kiállításon. Ez a tárlat abban érdekes, hogy kortárs művészek és diákalkotók együtt szerepelnek ugyanarra a témára, kialófélben lévő állatok, a biodiverzitás aggasztó csökkentésére érkeztek be munkák. A Last Words pályázatra közel 240 gyermekalkotás érkezett be, amelyből 38-at állítunk itt a tárlaton, és emellett 19 kortárs művész munkája is szerepel. A rendezési elv fő szempontja az volt, hogy az azonos gondolatokat, fogalmakat tárgyaló munkák együtt jelenjenek meg. Tehát egy falrészen jelennek meg kortárs művészek és gyerekalkotóknak is az anyaga, és olyan falak jöttek létre, ami elsőként azt mutatja be, hogy milyen egy világvége hangulat, mi lesz a Földdel, a bolygónkkal, hogyha minden élőlény vagy állat kihal. A következő fal részen az látható, hogy az ember és a növények, állatok kapcsolata milyen, az embernek milyen szerepe van az élőlények életében. Ezután következik a csapdát bemutató rész, tehát hogy milyen állatelfogási kísérletek vannak, vagy hogy milyen, hogyha egy állat mondjuk csapdába kerül, és egy kiterített állatként szerepel. Ezután következik a tengerrész, amely megmutatja, hogy milyen, vagy bemutatja, hogy milyen, hogyha a tengeri élővilág pusztulása, kiállása milyen következményekkel jár. Akár ez a rész azt is bemutatja, hogy a rengeteg műanyag felhasználás milyen hatással van a tengerben élőlények életére. És a legutolsó rész pedig magukról, az állatokról szólnak, egyfajta állatprofilok jelennek meg. Talán ez taglalja leginkább magának a kiállítás címének, tehát a Last Words, azaz az utolsó szavakat ezek a munkák imitálják, hogy mik is lehetnének leginkább a kihalófélben lévő állatoknak az utolsó szavai. Most pedig arra kérem a kortárs művészeket, hogy mondjanak pár szót munkáikról, amit a Last Words kiállításon látható. Szent György Erika festőművész vagyok, Bács-Kiskó megyében egy kisvárosban élek, ahol alapfokú művészeti iskolában tanítok grafikát és festészetet gyerekeknek. A gyerekeimmel minden évben készítünk egy ágybáb előadást, ebben az évben környezetvédelemmel foglalkoztunk. Az az ágybáb előadásunknak a címe, hogy hullatja könnyeit az óceán. Ezt az ágybáb előadást beküldtük erre a Last Words pályázatra, ahol a gyermekeimmel bekerültünk a nyertes diákalkotók közé. Ágybábnak az alapötlete az én ötletem volt. Mivel művészeti alapiskolában tanítok, szerettem volna bevonni a többi művészeti ágat is, akár a zeneművészetet a produkciónkba, és egy összművészetet létrehozni. És így jött az ötlet, hogy az egyik tanulót megkértem, hogy bizonyos számomra különleges zenéket tanuljon meg, és játssza el nekünk az ágybábhoz, illetve választottam kettő verset, ami szerintem passzolt az ágybábunkhoz. Az alapötlet, hogy hullatja könnyeit az óceán, az az én ötletem volt, és úgy kezdtük el a bábpróbát, hogy a gyerekeket kértem meg, hogy segítsenek kialakítani, hogy hogyan tovább. Meg volt az alapötlet, de aztán megakadtam, és így a gyerekekkel együtt találtuk ki.
Az itt látható munkáimon azt tükröződik, hogy számomra nagyon fontosak a bogarak, a rovarak. Nagyon szép állatoknak tartom a rovarokat, és mindig is érzékenyen érintett a rovaroknak a pusztulása, pusztítása. A rovarok erdőirtás által pusztulhatnak ki, látható ezen a festményemen, illetve el is taposhatjuk őket, akár lábbal, látható itt a következő festményemen az embernek a lábnyomai, illetve akár biciklikerékkel vagy autógumi által is egyre kevesebb rovar van a világon. Innen jutott az eszembe ez az ötlet, hogy a bicikli kereket képkeretként funkcionáljon. Ezek a bicikligumik természetesen kiselejtezett bicikligumik, sőt ez a kerék ráadásul az én biciklimről származik. A képek, festmények hordozó anyaga is környezettudatos, ugyanis hungarocell táblára készülnek, tehát falra helyezés esetén hőszigetelő tulajdonsággal rendelkeznek. Itt látható festményemnek az a címe, hogy Szilofág rovarok utolsó órája. A képen látható egy fának a keresztmetszete. A fa keresztmetszetére perifériára szorulnak a rovarok, 12 rovar látható itt. Mindegyik kifelé irányultságot mutat, sugár irányba, tehát azt szimbolizálja számomra, hogy el kell hagyniuk az élőhelyüket. A középső részen egy repedést úgy festettem, mintha az órának a mutatói lennének láthatók. A fa kérge pedig bicikligumi, amely azt szimbolizálja számomra, hogy a természetet nem csak át akarjuk alakítani, át akarjuk formálni a természetet. Horváth Lóczi Judit vagyok, képzőművész, és szintén meghívást kaptam erre a tárlatra, aminek nagyon örültem, mert egyrészt a karantén alatt mindig boldogság, hogyha valamire készülhet az ember, és az egy művészeti tevékenység. Másrészt a maga a téma is viszonylag közel áll hozzám. Én itt nem feltétlenül az állatok kipusztulását vettem szorosan alapul, hanem egyáltalán azt a folyamatot, hogy uniformizálódik a földünk, eltűnnek a finom kis delikát dolgok, a kis különlegességek, amiket csak bizonyos helyeken használnak, vagy azok a kis populációk, amik csak bizonyos helyeken élnek. Ezért az én munkám címe, ami itt látható, Last Colors, és én itt arra hívom fel a figyelmet, hogy igazából az a sokszínűség, az érdekesség, a sok-sok layer tűnik el a világunkból, amit akár színekkel is jellemezhetünk. Ha megnézzük a munkámat, akkor az egyik oldalon, hát az európai olvasás mód és írásmód szerint balról jobbra haladva, három kis külön fakot találhatunk, és a bal oldalon mindig látunk egy ilyen élő, vibráló, három dimenzióval rendelkező akril felületet, és a jobb oldalon viszont már egy lecsupaszított, fehér, uniformizált, egyszerű vászon felületet, amin semmi különlegesség, semmi kilógó nem látszik, ami felé szerintem a világunk halad, és amivel egyébként nem értek egyet, mert szükségünk van a színekre. Egyébként az jellemző rám, hogy gyakran kijövök a térbe, tehát gyakran használok három dimenziót a kettő dimenzió helyett, vagy a kettő közti ugrálást. Ahogy mondtam, a baloldali színes részek azok akril felületek, jobb oldalon is akril és vászon található, és a dobozok, amik körülötte vannak, azokat én építettem kartonból, és be vannak takarva papírral és akrillal megfestve. Tehát ez egy nagyon jó kis játék volt nekem, amíg ezeket a dobozformákat megépítettem a műteremben. Szeretettel üdvözöllek benneteket, Zakar Antinak hívnak, képzőművész, alkotó, tanár, az NDK budapesti nagykövete, valamint ennek a tárlatnak a ötletgazdája. Mielőtt belevágnák a saját munkám bemutatására, előtte azért egy pár szót, pár gondolatot mondanék a
művészcsapatunkról, a tematikáról, és tulajdonképpen erről az egész tárlatról. Művészcsapatunk az NDK, Neue Debrecenische Kunst, vagy Új Debreceni Művészet, vagy ahogy egyesületként bejegyeztek bennünket, nehezen definiálható közösség. Idestolomán 11 éve működik, Debrecenhez szorosabban, lazábban köthető képzőművészekből áll. Tagjaink száma folyamatosan változik, viszont két alaptagunk az biztos, hogy az elejétől a végéig, mostani pillanatig benne van a csapatban, az Dóczi Alpár, mint a társaságunk mozgatórugója, valamint én, mint budapesti nagykövete a társaságnak. A csapatunk szintén debreceni Juhász Jácint BT zenekar, ők mezőgazdasági és ipari kísérleti zenét játszanak, idestolomán már 25 éve. Szóval ennek a csapatnak a képzőművészeti karja vagyunk, meghosszabbítása, vagy most már teljesen önálló képződménye. És ez a csapat, ez kezdetektől kezdve arra törekedett, hogy olyan tárlatokat hozzunk létre, éves szinten legalább egyet-kettőt, amivel nem csak mi magunk jelenünk meg, nem magunkról szól, hanem próbálunk valahogy a közösséghez, a társadalomhoz szólni, színes tárlatokat összerakni, izgalmas projekteket, izgalmas tematikákat, és nem beszélve arról, hogy próbálunk teret adni a fiatalabb, újabb generációknak és fiatal képzőművészeknek is. Maga a kiállítás azért izgalmas, mert nagyon sokszínű, de magát, az egész történetet egyetlen egy tematika keretezi, fogja össze, tartja egyben, és ezáltal egy nagyon színes, de mégis egységes tárlatot hoz létre. Ez a tematika, Last Words, az utolsó szavak, tulajdonképpen a kialófélben lévő állatok utolsó szavai, képzeletbeli utolsó szavairól szól. A tematika lényege, hogy felhívjuk a figyelmet egy olyan társadalmi, olyan globális problémára, amely mindannyiunkat érint közvetve vagy közvetlenül egyaránt. Ez pedig a sokszínűsége, az állatfajok sokszínűségének a csökkenése, ami manapság jelent meg, és ez az emberi tevékenységnek az eredménye. Ez azért van, mert mi túlhasználjuk ezt a bolygót. Nagyon sokan tévednek, vagy rossz úton járnak, amikor úgy gondolnak a Földre, és a benne rajta lévő fajokra, közösségekre, életközösségekre, mint külön-külön kis egységek. Nem. Szerintem a Földet úgy kell tekinteni, mint egy szervezet, egy élő test, egy organizmus, amiben minden egyes kis élőlény, a legutolsó mohától, a legnagyobb elefánton keresztül a bánáig, minden élőlény egy-egy pici kis sejtet alkot. És ezek a sejtek nagyon fontos részei ennek a szervezetnek. Egyenként kiszedegethetjük őket, túléli a szervezet. Túl fogja élni, mert nekünk is, hogy levágjuk a kis ujjunkat, akkor túl fogjuk élni. De hogyha túlzottan pusztítjuk ezt a szervezetet, folyamatosan kiveszünk belőle ezt, azt, amazt, még egyet, akkor ez előbb-utóbb egy dominó hatást fog elindítani, és az egész összedől. A probléma itt van. Hogy mit tudunk tenni ez ügyben, igazándiból ez egy nagy kérdés, nem akarunk válaszokat adni. Mi csak a problémára hívjuk fel a figyelmet, arra, hogy ezen el kell gondolkodni. Hogy ez itt van, ez köztünk van, ez hatással van nem csak a mi életünkre, a mi egyéni életünkre, hanem hatással van a jövőre, a mi gyerekeink, a következő generáció életére. Erről szól ez a kiállítás. És most, hogy egy kicsit felvezettem nektek magát a tárlatot, beszélnék egy kicsit a kiindulásról. Ezen projekt keretén belül készítettem összesen 7 munkát, itt csak 3-at látok, tehát ez a sorozat, ez a Last World című sorozat, ez 7 darabból áll, és 3 kiemelt példányát hoztam el. A koncepciónknak annyi a lényege, hogy ezek egyenként tulajdonképpen keresztfák, vagy sírkövek tulajdonképpen. Sírkövek, amire semmi más nincs felírva, csak a veszélybe került állatunknak az utolsó szava. Kezdjük például a,
jegesmedvével, mint sírkövet, ahogy látjátok. Az ő utolsó szava more ice please, tehát még kérek jeget. Ez egyfajta szójáték, ugye, mint ahogy a pincértől kérünk még jeget a whiskingbe. Úgy szegény jegesmedvénk, akinek az életterét megnyírbáltuk, tulajdonképpen kiolvasztjuk alól a talpalatnyi jeget, ő még egy kis jeget kér ahhoz, hogy túléljen. És hogy mit láttok még a képen, nagyon gyorsan próbálom elmagyarázni nektek, hogy ne untassalak benneteket. Minden munkámban van egy központi elem, maga az állat pixelesített változatba, digitalizálva tulajdonképpen, hogy már képpé transferáljuk őket, amiből tulajdonképpen nyomtatott áramkörök nőnek ki, és QR kóddá alakulnak át a sötétségbe fent, jelezve a halált. Valamint alul láthattok egy kollázs részt, ami a veszélybe kerülésének az okát magyarázza a jelen helyzetben. Itt az erdőírtás, tárgykollázs rész, itt flexeket láttok, valamint egy körfű, vagy egy láncfűrésznek a láncát, ami az erdőírtáshoz kapcsolódik. És mindegyikben találtok egy nyomtatott áramköri lemezt, ez a nyák art, ez rám jellemző, ezeket a nyomtatott áramköröket én készítem, és ezen ezek olyan, mint kis ékszerek a munkába. Két lehetőséget adnak az állatnak, egy delet, azaz törlés, meghalsz, valamint egy escape, menekülsz irányt. És a történet részemről így lenne kerek. Köszönöm. Bolygónk legfontosabb élőlényei a méhek, ezt nyilatkozta egy természettudományos szervezet. Ez egy elég erősnek hangzó kijelentés, de ha jobban végig gondoljuk, akkor nagyon sok, már az emberi élet is nagyon sok ponton összefügg a méhek társadalmával, hiszen a táplálékforrásunknak egy jó része akkor marad fenn, hogyha a méhek beporozzák a gyümölcsöket, zöldségeket. Enzső Kinga vagyok, és a generációváltás sorozat képeimről beszélnék. A méhekhez hasonlóan az emberi társadalomnak a kisebb-nagyobb egységeinek is van generációváltása, akár családban megfigyelhető, vagy vállalkozásokban, családi gazdálkodásokban, vagy nagyobb szervezeteknél is. A méheknél, amikor fiasítás után egyre több a fiatal méh és az idős méhek elpusztulnak, akkor lesz egy kritikus pont, amikor kiderül, hogy a méh család meg tud-e újulni, vagy esetleg elpusztul, és ugyanígy az emberek társadalmában is a generációváltásnak nagyon fontos szerepe van. A képeim papír alapra készültek, és egy viszonylag gyors technikával kisméretbe festettem őket. A veszélyhelyzetet magát a színek kettőssége is megjeleníti, ahogy színes akvarell foltokon ilyen egybefüggő fekete tusfoltok jelennek meg, illetve kitakarják őket. Ezek néhány helyen olajos elfolyásokra utalnak, néhány helyen pedig ilyen tömbszerű fedő rétegként használtam a tus feketéjét. Poszméheket felnagyítottam, ezáltal a pihe puhasság érzetet próbáltam így felerősíteni. Néha akár plüss állatokhoz is hasonlítanak. Néhány képen szivárvány színű méhek is megjelennek, ahol a szivárvány színnek a futurisztikusságával egy jövőbeli képet akartam jelezni, vagy próbáltam jelezni, egyfajta ideát, egy lehetséges jövőt.
Fontos még a címe a képeknek, a képsorozatnak a címe, generációváltás, és utána egy kérdőjel, hiszen ez a kérdőjel vonatkozhat különböző utakra, különböző lehetőségekre. Vajon a generációváltás a méhek társadalmában, mi generációnkban megvalósul-e? Mónus Viktor vagyok, és erre a kiállításra Zakar Antal barátom hívott meg. És hát, mint volt bioszakos hallgató, most már dolgozok, de én ugyanúgy fontosnak tartom a környezetvédelemnek, ha úgy tetszik, a tudatos és átgondolta formáját, hogy tudatosítsuk magunkba azt, hogy nem csak kutya-cica simogatásból áll az állatvédelem, hanem bizony-bizony a rendkívül nagy fajgazdagságú bolygónkat arra vigyázunk. És ezt tudatosítva az az első lépés, hogy ezt magunkévá tegyük, ezt a szemléletet. A képem felkiáltójel a címe, egy gödörbe szorult kis állatkák vannak itt, és egy fosszília, egy trilobitának a képe rajzolódik ki. Akvarell és grafit munkáról van szó. Én ezt a részletgazdag műfajt nyomom, és elsősorban hát bizarr és abszurd témáim vannak, ezt kimondottad itt se tudtam magam visszafogni, de talán ez egy kicsit szerethető, mint az általában a keményebb dolgaim. És hát nagyon, nagyon kis akkurátusan meditatív állapotban végig csipkéztem ezt a képet. A háttérben egy ilyen ipari létesítmény látható, és ezek a kis állatkák itt megszeppenve nézelődnek, egy drón megfigyeli őket fentről, mint az utolsó elemei az élő bolygónk faunájának, tehát egy ilyen kicsit szomorkás képet ad ez a dolog. Ezzel pályáztam erre a kiállításra. Éberlin Ganikó vagyok, a képem címe pedig a Földanya álma. Most mesélnék arról, hogy nekem hogyan is kezdődött ez a munka alkotás. Az első gondolatom az volt, hogy a kiállítás témájában szerepelt a biodiverzitás, és én ezt a témát próbáltam jobban megfogni, megfogalmazni. A biodiverzitás számomra egy élő szervezetet, egy egységes rendszert jelképez, és ez számomra a Földanya jelképezi ezt az élő lényt, amely magába foglalja az élő és élettelen elemeket. Én itt jelen esetben ugyebár a Földanya álmát ábrázoltam, és ez az állapot, ez az álmát pedig egy mandala formában, tehát ez a rendszer, ez igazából kicsit bonyolultabb, mert igazából az álma az maga a Földanya is, ez a rendszer, és bizonyos elemekkel próbáltam ezt szimbolizálni. A mandala tartalmazza az ő lényeit, vagyis hát önmagát, a földi motívumokat, az a növényi, a vízelemeket, körben pedig különböző fajtájú állatoknak a tekintetét, amelyek aggódva tekintenek, hogy mi lesz az ő sorsuk. A hátterét pedig és az alapját azt egy régi munkámból szedtem, vagyis hát egy régi munkámnak az alapja. Amikor még a gyermekeim kicsik voltak, akkor ők erre a táblakép alapra ábrázoltak bolygókat,
napot, holdat, és ezt nem volt szívem letakarni, hanem beleépítettem a munkába, és ez jól is jött, mert a földanyát így egy univerzumba tudtam ábrázolni, mint hogyha egy univerzumba lebegne. A képnek a keretét pedig ez a támadó, egybefüggő, befolyó modernitás, modernizáció adja ezt a ridegséget, amely szépen lassan ellepi a földanyát. Hogyan kapcsolódik ez a kiállításhoz? Figyelemfelkeltés, hogy a földanya az mennyire egy érzékeny, de mégis beletörődő, mert sokszor az embernek is, meg ez egy kicsit önző is, hogy ebben az emberi önzőség is benne van, hogy még a földanyát is, ami egy élő szervezet, hogy azt is emberként ábrázoljuk. De hogy ezt a védtelenséget, meg ezt a sérülékenységet próbáltam meg ezzel ábrázolni. Thank you.
Yeah.